Az endometriózis a fogamzóképes lányok és nők, főként nőgyógyászati betegsége. A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh izomzatát, a méhen kívüli belső és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, húgyhólyagot, húgyvezetéket, májat, vesét, tüdőt és a bélrendszert is. Az endometriózis az a méh üregén kívül található méhnyálkahártya. Ez különböző területeken található meg az emberi szervezetben, főképpen a kismedencei szervek lehetnek érintettek, de már találtak hashártyán, tüdőn, májon elég sokféle fajta endometriózis szövődményt. A veszélyeztetettek csoportjába tartozik minden második nő, akinek fájdalmas a menstruációja, akinek kismedencei fájdalmai vannak, fájdalmas a szexuális élete, valamint jellemző tünet még a meddőség is. A statisztika alapján jelentős a betegség gyakorisága. Egyes adatok szerint a 20 és 50 év közötti nők akár 20%-át is érintheti. Ez Magyarországon mintegy 200 ezer, világszinten csak nem 70 millió nőt jelent. A képalkotó eljárások, mint például az ultrahang vagy az MRI nem minden esetben tudja kimutatni a betegséget. Ez még inkább nehezíti a diagnosztizálást. Maga az endometriózis nagyon sok időt vesz igényben. Mivel nem tudjuk, hogy milyen betegségről van szó, ezért átlagosan 10 év, Magyarországon minimum 4-5 év, mire egyáltalán kiderül, hogy erről a betegségről van szó, addig átlagosan 7 nőgyógyászhoz megy el egy nő ezekkel a panaszokkal, mire egyáltalán kiderül, hogy az endometriózis áll a háttérben, ezért eléggé súlyos problémák is már kialakulhatnak, mire egyáltalán kiderül, hogy mi az a betegség, ami okozza ezeket a tüneteket. Hogyan tudják ezt kezelni? Különösen, amikor már nagyon sok érintett szerv kerül szóba. Hát elsődlegesen is műtéti eljárással lehet, hiszen ezeket a gócpontokat vagy összenővéseket elsőnek ugye meg kell szüntetni ahhoz, hogy akár egy meddőségnél ugye tudjanak segíteni, hogy később gyermekáldás lehessen, vagy hogyha esetleg cisztáról van szó, és még nem szeretnének gyermeket, akkor ugye a hormonális és a gyógyszeres kezelések segíthetnek, de jelenleg, ami meg tudná gyógyítani, nincs, csak tünetileg kezelhetőek. A kiújulási arány is nagyon magas az endometriózis esetében, évente kb. 10%, ami azt jelenti, hogy 10 év alatt ismét kialakul a betegség. A kialakulás rizikófaktora lehet a stresszes életmód, de ajánlott elkerülni a vörös húst és a cukrot, mivel ezek gyulladáskeltők lehetnek a szervezetben.